Én Rostás Árpád vagyok, a vándorasztalos, így nevezem magamat. A Versailles kastélyba a Napkirály parkettát csináltam, a konzulasztalát csináltam, a Louvre-ban csináltam, a Mária Terézia asztalt, dolgoztam a Napkirály és a londoni király családnak. Minden munka szép, mindig az utolsó munka a legjobb. Nekem a szakmám épület és bútorasztalos, ebből vizsgáztam, ebből szakmunkás versenyt nyertem, és az én mesterem műbútorasztalos volt, és onnantól megkedveltem ezt a szakmát, hogy műbútorasztalos vagyok 41 éve. Tehát én csak ezzel foglalkozom, restaurálok. Ugye én intézetben nevelkedtem, és vártam anyukámat, nem jött. Jött egy néni, 4 éves voltam, felemelt kézzel szaladtam felé, miért nem jött, merre volt édesanyám, vigyen el. És mondta, hogy nem az én édesanyám, és bevitt a szobába, sírtam, és vasárnap reggel elvitt a templomba. Beléptem a templomba, gyönyörű orgonaszon megszólalt, ott volt egy kereszt, és én le akartam venni, miért van az az ember, és mondták, ő az Isten. De ahogy fölmentem a karzatra, a szemem rá vetődött, és mondtam, hogy ilyet én is akarok csinálni, tudok ilyen csinálni. És az intézetben volt bognár, asztalos és cipész, és mindig ott voltam, nézegettem, mit csinálnak, és emlékszek rá, 4 éves voltam legelőször, amikor gyalupadnál voltam, és gyalut fogtam a kezembe, és gyalultam, és a mester észrevette, hogy fogom a gyalut, és mintha már 1000 éve gyalultam volna, hogy fogtam, és élveztem. Szóval jött a kollégium, és minden péntek, szombat, vasárnap egyedül voltam, ünnep volt, egyedül voltam a kollégiumban, de minden nyáron kidobtak bennünket a kollégiumból, és maradt másfél hónap, akkor mindig elmentem régi mesterekhez tanulni, és akkor hol kukoricásból, hol az erdőben, jobbra-balra aludtam, na így lettem én asztalos. Nekem az a célom, hogyha azt mondják, hogy itt van egy munka, akkor el kell oda menni, a templomot, kastélyt nem lehet elhozni, akkor én oda megyek és megcsinálom. Ezért vagyok vándor asztalos, ma itt dolgozom, holnap után máshol dolgozom, ezért szeretek kimenni külföldre, templomokat, kastélyokat nézni, ahol az ember lát. Ugye Franciaország Versailles kastély, több mint 200 kastélyban voltam, a Loire völgyétől kezdve, a Baba Múzeumig, a Louvre-ban voltam, akkor Londonban, királyi bölcsőt, 2 készítettem ugye Londonban, most kértek egy másik bölcsőt. És akkor lehet, hogy az eddigi pálya csúcsa jönne most? Igazából Notre Dame, de azért nem szeretek előre erről beszélni, mert attól, hogy felkértek, az egy dolog. Akkor van, amikor már kint is vagyok dolgozni. Eredeti állapotában akarják, ami megégett, tönkrement, ezeknek kellene a helyreállítás. Ugye nekem van olyan vegyszerem, amivel le tudom tisztítani akár az 1000 éves réteget is, rétegenként, illetve úgy kell meghamisítani, mintha eredeti lenne. Hogyha az országban vagyunk 3-an, akik csak kézzel dolgoznak, tehát kéziszerszámmal, eredeti állapotának a visszaállítása. Az eredeti állapot az azt jelenti, hogy 3-5%-nál többet nem cserélünk ki, akkor nem restaurálásról beszélünk, hanem felújításról. Ezt is megnézi a szakértő, hogy milyen ott a, ha megvan gyalúva, rendes, mert más a koporsó gyalú, más a másik a gyalú, meg más, amit géppel gyalúna, más az a formája. Ez az a vegyszer, amit én kifejlesztettem, és ez az a vegyszer, amivel én ugye járom a világot. Ez az Adyenre íróasztalának a lába. Tehát ugye itt már lehet látni, hogy mivel mennyire kemény. Ugye le van kenyve mindenfél éve, tehát mondjuk mindenféle szírszalra. Kenjük be sárra, jó lesz. Ugye ilyenből ilyen tudok elővarázsolni. Mindig úgy akarom megcsinálni a munkát, hogy a kuncsapnak öröm legyen. Nem akarták elhinni, hogy az eredeti Napkirály parkettát így meg lehet restaurálni. És akkor megcsináltam, akkor azt mondták, hogy nem akarnak inni a szemüknek, hogy abból lett megcsinálva. Lemondtak mindenről, zsákba volt, és akkor mondtam, hogy no stupid árpi, nem hülye, megcsinálom. És azt mondták, hogy nem lehet. Mondom, jó, rendben van, kijövök januárba, ha nem tetszik a munka, kifizetem a munkadíjat, meg a szállást. Pali azt mondta, rendben van. Kimentem, megcsináltam, és akkor azt mondta, az ő művészet történész, hogy bevitt a Versailles kastélyba. Így kerültem a Versailles kastélyba. A
ahol vagyok, ez a Cici királynőnek volt a hintója. Ezt én vettem meg, és a lányomnak a tulajdona. Ez ott volt a Ludovikának a birtokán. Ezen volt, mikor kislány volt, onnan került egy kereskedő, és a kereskedőtől lett megvéve. Ennek a restaurálása minimum 2 év. Ez így volt, nem jutak hozzá, tehát nem gányoltak semmit, hogy eredetileg megcsinálta a mester, az azóta így van, senki nem jut hozzá, éreztek az első, aki hozzányújt, sőt, még meg lehet látni a szalmát, lószörös Afrika van csinálva, az ülő is, nem kapkodok vele, mert ez egy igazán műtárgy. Ez a Ferenc József íróasztalának a lába. Egy osztrák ember hozta, aki nagy műgyűjtő, és ő neki a lakásában lesz, ő kimondottan csak műtárgyakkal foglalkozik, ami azt jelenti, hogy 1800-as évektől vásárol butort. Mindig szoktunk úgy üzenetet írni az utókornak, mindig el szoktam rejteni, nem csak a régiek, hanem mi is, én is el szoktam rejteni az utókornak, írok egy üzenetet, megköszönöm, hogy a régi mester munkájához hozzányúltam, hogy ő fent engem irányítsa az én kezemet, imádkozok, és mindig belírom, hogy Jóisten vigyázzon az én munkámra. Itt az a lényeg, hogy nem a Rostás Árpád munkája legyen, hanem a régi mester, aki csinálta, az ő munkája maradjon meg. Én csak hozzátettem az én kis tudásomat, megmentettem, és akkor még 100 évig jó lesz, és akkor gondoskodjon a következő 100 évre a másik mester. Mikor faragtam a magyar címert, még a könnyeim is kijött, hogy miért egy cigány gyerek faragja a magyar címert, engem kértek fel. És felajártam a 15 millió magyarnak, nem kértem érte pénzt. Hogy az adófizető pénzén tanultam. Azért adták a pénzt, hogy én tanulhassak, tehát az intézetben. És én ezzel tudtam megadni, hogy én a magyar címet megfaraghattam, hiszen a magyar címet Magyarországon egy cigány ember faraghatja meg, az egy nagy megtiszteltetés, egy 3 méter x 110-es, és a Kálmányt a Kolostor főbejárata. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb tiszteletet nem kaphattam volna az élettől.